Na, sziasztok! Van egy játék, amit már régóta nézegettem, hogy hogy lehetne ebből videót csinálni. Ennek az a lényege, hogy ez is egy incremental játék, de hát itt hackelgetni kell. Tehát parancsokat fogunk kirogatni, és különböző skripteket fogunk írni a szervereinkre, meg a számítógépeinkre, és azok fognak helyettünk pénzt keresni. Végig toljuk gyorsan a tutoriált, mert nagyon-nagyon régen játszottam már a játékkal, és nem emlékszem rá, hogy pontosan mik a kezdetnél lévő parancsok, amikkel tudunk indulni, úgyhogy gyorsan végigpörgetem a tutoriált. Start play, click start. Jó, igen. Szóval, itt lesznek majd az, hogy mennyi pénzünk van, hol vagyunk, hány szerverünk van, hány nódunk van, hány augmentációnk van. Itt vannak a különböző szorzóink, meg esélyeink. Jó. Van a terminálunk. Igen, ide fogunk tudni beírogatni a parancsokat. Beírjuk azt, hogy segíts! Jaj, anyám. Erre ezt el is felejtettem, hogy ennyi sok minden van benne. Jó, oké. Az LS, jó, hát alapból amúgy úgy van megcsinálva, hogy nagyon hasonlít egy Linuxhoz. Tehát, hogy például LS, ez grab pattern, de itt mondjuk azért nem tud ennyi mindent, tehát hogyha most beírnám azt, hogy löse, la, így van bad command, de az LS, az ráadásul exe, tehát, hogy most leszek mérges. Tehát az a lényeg, hogy amúgy ezek a parancsok a legnagyobb része Linuxos parancs. Mert például a... Nem látok olyat, hogy dir. Ja. Nincs olyan parancs, hogy dir. Az a lényeg, hogy a Linuxban az LS ugyanaz, mint Windowsban a dir parancs. De ha most én itt beírnám azt, hogy dir, akkor ez nem ismerős parancs neki. De menet közben meg exe fájljaink vannak. Tehát, hogy jó, mindegy. Scan. Itt vannak a szerverek, amikhez tudunk csatlakozni. Ott van mellettük az IP. Oké. Okay. Igen, a hostname alapján fogjuk tudni őket meghatározni. És akkor itt van egy olyan, hogy scan, analyze. D-nodes. Oké. Okay. Azt írom be, hogy Szan analize. Itt látjuk azt, hogy hacking skillből mennyi kell ahhoz, hogy be tudjunk lépni egy-egy adott szerverre. Mennyi RAM van az adott gépben. Itt van a home, ez a sajátunk. Ehhez van root jogunk. És egyes skill cap, oké. Okay. 5 port, igen, és 8 giga RAM-unk van. Jó! Elvileg tudunk olyat is futtatni, és úgy tudom, hogy ha felfelé nyomom, igen, az legalább meg van csinálva. Ha kettőt beírunk, akkor igen. Tehát úgy van, hogy ezeket a gépeket látjuk, hogy például itt van a Noodles, Food and Stuff, Sigma Cosmetics, Joe's Guns, és a Hongfang Tea, Harakiri Sushi és Iron Gym.
És ha Scanalyze 2-t nyomunk, az azt jelenti, hogy két nóddal feljebb megyünk. Tehát nem csak egy szintet, hanem két szintet analizálunk. Itt van az, hogy tehát D-nódig megyünk el, és itt a D most a 2. És az a lényeg, hogy itt a Noodles a C-Sec szerverhez is csatlakozik, de ehhez 56-os hacking skill fog majd kelleni. És itt is úgy van, hogy a Hongfang T fölött ott van a Zero, a Nectarnet és a Max Hardware. Jó. Szóval, megyünk is hackelni. Connect Node-less. Connected Noodles. Analyze. Tup-tup. Jó. Nincsen, tehát azzal, hogy analizáltuk, itt a nuke-hoz, ahhoz, hogy a nuke exit le tudjuk futtatni az adott szerv, vagy az adott gépen, ahhoz ki fogja írni, hogy hány portnak kell nyitva lennie. Tehát például mit tudom én, SSH, FTP, SMTP, HTTP és SQL portok. Ezen a szerveren most, vagy ezen a számítógépen mindegyik zárva van, de ahhoz, hogy a nyugat lefuttassuk, ahhoz nulla kell, tehát le tudjuk simán futtatni azt, hogy run nuke.exe. Így. És innentől kezdve a miénk a szerver azt mondja, hogy írjon be azt, hogy hack. Hacking skill, server security level, igen. Failed to hack. Mennyi pénz van rajta, várjál? 70 ezer. Az kell. Ha. Például azt tudom mondani ennek a szervernek, hogy weaken, tehát hogy gyengítjük a szervert. Az nem is rossz amúgy. Mert akkor könnyebben meg tudjuk hackálni. Igen, itt állandóan várni kell egy picit, míg ezek minimum egy. Oké, okay, de legalább kaptunk hacking XP-t. Akkor most megint rámászunk arra, hogy próbáljunk meg growolni, hogy ez mit csinál vele. A grow parancs az rákényszeríti azt a mi? Ezt még egy, ezt mut, mi? De miért nem akar? Jó, akkor hackelek. Na. Szóval nyertünk. Kerestünk 3965-öt, igen, csak a K-hoz bezavart hirtelen. Jó, de menjünk tovább akkor. Köszönjük. Azt mondjuk, hogy visszamegyünk a saját gépünkre. Home. IS extension, igen, akkor azt mondjuk, hogy nano node-less.jse. Aha!
Egy. Kopi. Mennyi nem tutorial. És ide beillás csak. Ja, bocs. Ez így nem jó. Így. Egy. És el is mentsük. Jó. Free. 8 giga. Igen. És azt mondom, hogy rune node slash pont ilyese. Most adtuk hozzá, tehát megírtuk az előbb azt a scriptet, amivel állandóan hackeljük a noodles-t. Az a baj, hogy ez nekünk nem elég. Mert úgy kell csinálni, majd mindjárt, remélem, hogy megtanítom úgy a tutorial, nem emlékszem rá. Oké. Tehát, ha ide rákattintok, itt jelzi azt, hogy jelen pillanatban mit csinál a szerver, vagy az adott program. Mennyi volt az online time-ja, mennyi volt az offline time-ja, mennyit kerestünk vele online. Elvileg 73 dollárt keresünk másodpercenként, és 0,056 XP-t másodpercenként. Ez amúgy nem rossz. Jó, akkor most mit kell csinálnom? Vissza kell mennem a terminálba, ugye? Igen. Let's go back. Azt mondom... Jó, hogy azzal tudom megnézni, hogy mit csinál. Igen, a tél. Mondjuk ez valójában nem arra van, de... Van a head parancs Linuxban, az a fájlnak az elejét írja ki, a tél, az pedig a végét. Tehát fej és arok. De ez más. És akkor itt van, hogy miket csinált éppen az aktuális scriptünk. Igen. Jó, ezt már, mivel hogy közben pofázok, ezért már ez megvolt. Rá kell kattintanunk a dokumentációra. Jó, édes Isten. Oké, megyünk tovább. Van a hacknetünk. Ó, itt lesznek azok, amikor nódokat kell vásárolnunk. Jó, veszünk egy újat. Igen, ez nagyon jó volt. Igen. Hacknet Node-ra volt, nem az a baj, hogy nagyon nem emlékszem már arra, hogy hogy írtam meg, de azt tudom, hogy volt egy elég komoly program. Az egyik szerver az csak annyit csinált, hogy mindig ellenőrizte, hogy mennyi pénzünk van, és hogy tudunk-e venni új nódot, és amint lehetett, mindig vagy felfejlesztette, meg tudtam adni a programnak, hogy mennyi hány szintig menjen, mekkora RAM-ot vegyen bele, és hány kor legyen, és ő azt úgy szépen a háttérben kiszámolta, és mindig, amikor hozzáadtam egy új szervert, akkor ezt ő egyből elkezdte feltuningolni. Tök jó amúgy. City. Az előbb mondtad a dokumentációt, rákattintottam, aztán meg visszaküldte a máshová. Oké, okay, itt majd el tudunk menni különböző helyekre, dolgozhatunk nekik, meg hackkelhetünk náluk, meg stb. Amúgy ez a... Várjál, valahol itt kell lennie, nem látom éppen azt, amit hackkelünk. Noodles, hol vagy? Nem látom. Mert hogy itt van a Powerhouse Gym, Food and Stuff, Joe's Guns. Noodles nem látom. Na, érdekes. Iron Gym is itt van. Jó, dokumentáció. Oké, okay, és akkor
Oké. Okay. Yes. Kettes szintű hackerek vagyunk. Na most, tehát az a lényeg, hogy mindig ilyen scripteket fogunk kirogatni, mint például a Noodles. És az a baj, hogyha most bemegyünk vissza a terminálba. Volt egy olyan parancsunk, ahol meg tudtuk nézni a Noodle-t, ez, és itt azt tudjuk, ő anyám, ez visszamegy mindenre. Jó, akkor azt mondom, hogy analyze. Így. Tehát nekik most így van 942 000 dolláruk. Ez így jó, valami 70 000 volt, azt hiszem, tehát hogy megnőtt elég sokkal, valahol itt a tetejében, itt van, amikor meghekkeltük drágánkat. Igen, itt volt 70 000, és akkor azt mondtuk, hogy growold meg, és akkor 1274 százalékkal nőtt, ami azt jelenti, hogy 127 szeresével. Ne foglalkozz ilyennel. Az a lényeg, hogy mi most őt egy jó darabig tudjuk majd hackkelgetni, de úgy kell megcsinálni, hogy most már a security level az felment 1,11-re, ami még annyira nem vészes, de mivel mi folyamatosan baszagatjuk a scripteket, és folyamatosan hackeljük, tehát mi már 23 000-et kerestünk amúgy vele, hogy ő itt állandóan hackkel. Ezért egy idő után elkezd majd elfogyni a pénz, és a hackkelés is egyre lassabb lesz. De itt látszik is, hogy amúgy esik állandóan lefelé. Úgyhogy... azt kell csinálnunk, most amit csak gondolkodok közben. Aha, most itt ugrott egyet, mert megint sikerült hackkelni. Hogy oldjam meg, hogy jó legyen. Igen, majd olyanokat kell csinálnunk, hogy elmegyünk a Citybe. És akkor azt hiszem, valahol van egy olyan gym, igen, a Powerhouse gym. És itt fogom tudni a különböző skilleket fejleszteni. A karizma az arra lesz jó, hogy például be tudok jönni, most mit tudom én, itt van a Force Sigma, azt hiszem, igen. Tehát, hogy munkákat tudok majd elfogadni náluk. És akkor, hát mondjuk itt jó, oké, 225-ös hacking level, meg ilyenek kellenek, tehát hogy azért elég messze vagyunk a jótól. Ennek ennyi lesz a lényege, hogy állandóan majd... jó, nem vagyunk megsérülve, úgyhogy ez nem. City hall, businessman, nem bekréter, jó, majd visszajövünk később. Azt akarnám megnézni, hogy melyiket tudjuk majd a lehető leggyorsabban meghackelni, de mindegyikhez kell, 25 kell. Hát ez egy jó darabig, nem, food and stuff-nál nem. Igen, tehát hogy ők itt bárkit elfogadnak azonnal. Jó. Majd következő részre egy kicsit utána olvasgatok. Jaj, erre emlékszem. Oh, ezt nagyon nem szerettem. Itt az volt, hogy különböző... hol vagy? Nincsen itt olyan? Nincs. Tehát, hogy még arra is programot lehet majd írni, hogy különböző... mi az az exchange? Tőzsde. Tőzsdei
programokat is kell írni, meg hasonlók. Mindegy, bonyolult és összetett lesz a játék a végére. Azért is próbálok majd mindent úgy csinálni, hogy jó legyen. 27 percet játszottam. De jó. Először is az a lényeg, hogy a pénzem az nőjön. Az pedig úgy fogjuk tudni megcsinálni, hogyha a hacknetet még egy picit tovább toljuk. Plusz 1,5 másodpercenként, akkor ez legyen így. Így. Ennyit tudunk elkölteni, elég sokat el tudunk költeni. Menjünk le 30 ezerig. Így, na, még egyet. Hogy, na, most vagyunk pont 30 ezeren. Ez adna a legtöbbet, hogyha még egy magot tudnánk rávenni. Még egyet veszek. Most ezt is felhúzzuk. Ilyen 30 per másodpercre. Pénzre amúgy majd szükségem lesz. És 20. Na, ez így már szépen dolgozik. Jó. Igen, ennek az eleje egy ilyen nyögvenyelős lesz, pocsi. Majd be fogunk indulni, és akkor rendszeresen fogunk majd programozni. Ez egy jó. 30 ezeret elköltöttünk, de már a 10%-át vissza is kaptuk. Oké. Várjál csak, hogy is kellett? Vissza a terminálba. Kell nekem ide egy olyan, hogy Haleppe. És a runnál ti jó. Ezt a programot nem azt, ezt állítsd le. Hogy is tudom leállítani itt. Jasszem ez. Billing script, azaz. Majd igen, ezek is. Az autolink, ez egyből fogunk tudni majd csatlakozni. De azért mondom, nagyon sok minden lesz ebben, csak. Na, az a lényeg, hogy úgy fogjuk ranolni, hogy... Nem, hanem... Home. És azt mondom, hogy Analyze. Nyolc giga RAM-on van. Jó. Az... Ó, oh, van ilyen, hogy LS CPU. LS... CPU... Akkor... Veszem majd a saját gépemet is fogom tudni majd... fejleszteni. Most az izét akarnám megnézni, nem emlékszem a parancsra. Ezt úgy fogom tudni, állj meg, igen. Jó, akkor várjál, megint lefuttatjuk a Noodles-t. Noodles. Nem tél, hanem Rune. Így. És akkor azt mondom, hogy top. 1,7 giga RAM-ot fogyaszt. És még van 6,3. Tehát akkor azt mondom, hogy kill. Killnél ott pidet is beírhatok, akkor kill 2. Itt van felettünk a pid. És akkor így teljesen oké. Tehát 21%-ot használ egy futó program. Akkor ezt azt tudjuk mondani, hogy ezt lefuttatjuk, kötőjel T4, ugye? Az a parancs.
run, és valamennyi, oké. Ha mögé írom azt, hogy dél, így, akkor elvileg egyből látom a logot is. Igen, tehát négy szálon fut egyszerre a program. Az azt jelenti, hogy egyszerre, tehát itt van a T egyenlő 4, ez azt jelenti, hogy egyszerre négyszer fog lefutni a program. Tehát, ha mondjuk, mit tudom, én most mondok valamit, van 20% esélyünk, 25, legyen 25, akkor könnyebb számolni. Ha van 25% esélyünk, akkor a négyből legalább egynek sikerülnie kell a hackkelésnél. Úgyhogy megvárjuk. Hát, ha kiírja, hogy hű, de nagyon jók vagyunk. Azaz, ott van. Ott van. Hiszen 3 XP-t kaptunk egyszerre. És már nőtt a... az idő. Mindenféleképpen bele fog kellenünk írni ebbe a programba, csak minél több, tehát azért jó most az elején a kis programokat futtatni, mert mi bármikor be tudunk lépni a Noodles-be, és például azt tudjuk neki mondani, hogy growolja fel magát, vagy le tudjuk gyengíteni. Tehát mondjuk innen ezt ide így felrakom, és akkor azt mondom neki, hogy connect node-less. Így. Azt mondom neki, hogy analyzoljuk. Jelenleg még van 878 ezer pénze, és mondjuk azt mondom neki, hogy weaken. Menet közben a hack scriptünk az ugyanúgy dolgozik a szerverem, vagy a gépen, vagy a nem tudom min. Mi meg tudjuk a szervert basztatni. Így. Tehát 1,144-ről lementünk 1,094-re. Ez azt jelenti, hogy akkor minden egyes weekendnál 0,05-öt, ha le tudunk belőle szedni, akkor egy pár próbálkozással megint vissza tudjuk vinni egyesre. Így van, tehát 0,05-öt veszünk le minden egyes alkalommal. Ha még egyszer lefuttatom, akkor le kell mennie 1,0-ra. Ezt azért érdemes majd hosszú távon mindig beleírni a scriptbe, mert lehet, hogy kevesebbet tudunk hackelni egyszerre, de így mindig alacsonyan tudjuk tartani a security szintet, biztonsági szintet, bocsánat. És akkor így, hogyha a biztonsági szintet mindig lent tartjuk, akkor 87%-kal hackelünk. Az amúgy nem rossz. Ilyenkor is? Állj meg! Arra vagyok kíváncsi, hogyha most megint lefutatom. Igen, most 89, mivel hogy maga a biztonsági szint az alacsony. Minél magasabb a biztonsági szint, annál alacsonyabb eséllyel tudjuk meghackelni a szervert, és minél magasabb maga a biztonsági szint, annál több időbe telik. Tehát itt van, hogyha például 1,144-nél mi 45 másodperc alatt hackkelünk, 1,008-nál pedig 44. Ez már egy másodperc nyert idő amúgy, és ez nem mindegy. És 2%-kal nagyobb eséllyel hackkeljük meg az adott gépet. Na most, gyorsan, még mielőtt lezárjuk ezt a videót, behekkeljük magunkat egy másik gépbe. Megyünk haza. Majd mindjárt következő részben még csinálunk egy okosságot. Azt mondom, hogy connect good ne spoof. Analyze. Kill kell hozzá, server security. Igen, ez lassabban fog menni.
De 16 giga RAM-ja van. Na várjál, azzal, hogy meghackeltük, már mi tudunk erről a programról, vagy erről a gépről futtatni. Nukehoz nulla kell, akkor azt mondom, hogy run nuke.exe, és innentől kezdve már teljes root jogunk van az adott szerveren. Tehát azt tudjuk mondani, hogy analize. 7 millió pénze van amúgy. Igen, nincsen backdoorunk telepítve, az nem baj, mert amúgy nem kell lett ahhoz semmi, hogy meg tudjuk hackelni. Ez a 10-es security level, ez nem tetszik, de amúgy belépünk innen a food and stuff helyett. Azt mondom, hogy home. Írunk egy scriptet, azt mondom, hogy nano food and stuff pont ilyeső. Ide bemásoljuk ugyanazt, ami a noodle-nél van. Csak úgy, hogy azt mondom, hogy food ne stuff. Így, elmentjük. És akkor azt mondom, várjál csak, nem emlékszem rá, hogy a noodles az hány RAM. Aha, az a baj, ez csak 4 gigás. Azon kettő programot tudunk futtatni. Ez lenne a jó, hogyha ezzel tudnánk hackkelni. Van egy elég hülye ötletem. Meg tudja saját magát hackkelni? Jobb. Az SCP parancsnak kellene a SCP Uden Stuf. Ó, működik a tab, de jó. És azt mondom, hogy Uden Stuf. F. És azt mondom, hogy connect wooden stuff. És azt mondom, hogy run wooden stuff, yes. Nano wooden stuff. Elírtam. Hülye. Így. Hát remélem, hogy ilyet nem csináltam máskor. Bocsi. Majd kivágjuk. Remélem, hogy kivágom. Jó. Save. És vissza a terminálra. És azt mondom, hogy run. Tudja saját magát hackkelni. Nagyon jó, hello. Hacker program, vagy a hacker gép, saját hacker gép, igen, hújjaj. Na várja, 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 várja. Most azt mondom, hogy 10,63. Az azt jelenti, hogy pont nem tudunk 10-et futtatni, csak 9-et. Jó, akkor azt mondom, hogy kill 9, 5, 4, és futtatjuk D 9. Jó, egyre kevesebbet fogunk tudni futtatni, tehát most tudunk futtatni a saját szerveren 4-et. Food and Stuff-on meg mi van, kétszer annyi, ezért nem éppen 8-at, hanem 9-et tudunk futtatni. Mivel hogy 10,63% az ilyen 9 egész valamennyire jön ki. Nem jön ki kerek 10-re a futtatható programok száma. És akkor így az a lényeg, hogyha azt mondom, hogy pri, akkor így 95%-os terhelésen vagyunk, tehát 0,7 giga maradt ki. De amúgy a két scriptünk együtt már rohadt sokat dolgozik.
És megy a hacking skillünk, mint a fene. Mondjuk igaz, hogy még nem sikerült neki egyszer se hackelni, de... Azért, mert elsőre... Ja, az a baj, hogy 10-es szinten vagyunk. Várjál csak, ezt meg tudom. Szerintem ő alapból 10-es, tehát hogy őt nem tudom tovább weekend-elni 10 alá. Azt tudom, hogy minimum az 1. Ott van, 67 ezeret kerestünk. Nem, ennél minimum a 3. Tehát egészen 3-ig le tudjuk vinni, csak hát az a baj, hogy maga a ez, az még kevés. Na nem gond. Remélem, hogy sikerül belőle egy jó sorozatot létrehozni. Megpróbálunk majd elég sokat hackelni. Úgyhogy találkozunk a következő részben. Addig is iratkozzatok fel, lájkoljatok. Sziasztok!